Már előkészítés alatt vannak azok a beruházások, amelyeket a jövőben mindenképp szeretne megvalósítani az önkormányzat tolnán. A város vezetőjének elmondása szerint a fejlesztések egy része már régóta esedékes, de vannak új ötletek is. Amit mi látunk, ugye a Tolna város a járási székhely településként nevesítve van a területi operatív programos pályázatokban, tehát a Top plus úgy tűnik, hogy, hogy kb. 4,4 milliárd forint lesz az, amit a következő uniós ciklusban top plusz forrásból mi jogosultak leszünk felhasználni. Ezeket nyilván majd a pályázat megjelenése után tudjuk benyújtani. Még a pályázatok nem jelentek meg, de tekintettel arra, hogy társadalmi egyeztetés alatt van, és a, és a társadalmasítás során azért hozzájutunk azokhoz a fontos információkhoz, hogy mire tudunk esetleg pályázni, azért mi készülünk. És nyilván azokat a, a létesítményeknek a korszerűsítése, amik már megkezdődtek, részben megkezdődtek, ugye az előző ciklusban energetikai korszerűsítést hajtottunk végre az épületeken. Most szeretnénk egy ugyanezen a, a, vonalon tovább menni az óvodákat is szeretnénk korszerűsíteni, sőt tovább megyek a városházát is, ugyan kívülről szép, és mi igyekszünk azért ezt rendbe tenni folyamatosan, de van egy része a városházának, ami, ami hát finoman szólva nem, nem, nem 21. századi, hogy ezt a részt is és az udvart is szeretnénk felújítani. A városháza előtti tér és az Árpád utca még még jóval korábban a 2010-es évek elején ö, lett felújítva, de szeretnénk a Szent Háromság teret is ugyanígy megújítani. Fontos továbbá a Dunapart felújításának folytatása is. Nem volt elég forrás annak idején. Szeretnénk azért azt a részt is még megújítani, ami az előző pályázatból kimaradt. Itt konkrét ötleteink is vannak már. Nagyon fontos a, a sportlétesítmények felújítás a korszerűsítése. Itt most történetesen a két sportcsarnokról beszélek, a, a Sport utcai, Béla utcai sportcsarnokról és a Lehel utcai sportza, sportcsarnokról. Mind a kettő nagyon-nagyon kihasznált, és nagyon fontos volna ezeknek is a korszerűsítése. Itt akár burkolatserére, világításra, fűtés korszerűsítésre, hőszigetelésre is gondolok. Ugyan itt is igyekeztünk kisebb felújításokat végezni, de tekintettel arra, hogy, hogy ezek hatalmas nagy épületek, azért nem jutott mindenre forrás a korábbiakban. A piacra járás hagyományát is szeretnék újjáéleszteni a városban. Szeretnénk mindenképpen valami helyi piacot, helyi piaccsarnokot is építeni. A korábbi nem nyújtottunk erre be pályázatot, de de ugyan régen nagy hagyománya volt a piacnak, most az utóbbi években nem sok árus és nem, csak, és nem sok vásárló van. Én azt gondolom, hogy ha az infrastruktúrát fejlesztenénk, akár a, akkor a helyi termelők is szívesebben látogatnának ide, és az nyilván, hogyha szélesebb lesz a kínálat, akkor én azt remélem, hogy több vásárló is lesz, aki látogatja majd ezt, ezt az új piacot. Az utak és a járdák további rekonstrukciójáról sem feledkezünk meg, tehát az is nagyon-nagyon fontos, hogy minél élhetőbbé tegyük a, a települést, és ugyan igyekszünk belügyminisztérium pályázatból vagy ő erőből évről évre egy-egy utcát felújítani, de tekintettel arra, hogy nem vagyunk egy kis település, és főleg családi házasövezetek vannak, tehát nagyon fontosnak gondoljuk valamennyien, hogy, hogy ugyan már egy utca kivételével mindenhol van szilárdút burkolat, de ezek viszonylag rossz állapotban vannak, tehát ezeknek a felújítása is szükségszerű, és mindenképpen szeretnénk ezt is megoldani. És aztán a két legnagyobb projekt, ami, ami vélhetően összességében a legnagyobb lesz, az a, az a csapadékvízelvezetésnek a problémája. Ez egy olyan átfogó beruházás, ami Vélhetően valamennyi területet érint majd a városban. Nagyon fontos ennek a pontos megtervezése, és egyre, egyre jobban látjuk azt, hogy a, talán a klímaváltozás okán a szélsőséges időjárási viszonyok során nagyon sok ritkán, de akkor nagyon sok csapadék esik és a hirtelen lezúduló nagy csapadékvíznek az elvezetése sok helyen problémát okoz. A polgármester szerint utóbbiban a helyieknek is lényeges szerep jut, fontos a csatornák megfelelő karbantartása. Hozzáteszem azt is, hogy nem feltétlenül... Szabálykövetők a lakosok, tehát nagyon sok esetben, nagyon sok utcán az árkokat betemették, vagy nem gondozzák rendesen, leaszfaltozzák, lekövezik, lebetonozzák a, a ház előtti területet. Értelemszerűen ott nem tud elszivárogni a víz, úgyhogy hát ott is én azért azt szeretném, hogyha egy kicsit jobban szabálykövetőek lennének a lakosok, és mi magunk is vigyáznánk. A, a környezetünkre, hiszen a hirtelen lezuduló csapadék az egyszerre nagy mennyiségű vízelvezetésére ö, kell itt most gondolni, és nagyon-nagyon és fontos az, hogy ö, hogy legyen olyan zöld terület, tehát nem aszfaltos, nem kövezhetünk le mindent ö, az egyik háztól a másikig, járda és parkoló és út és és a másik oldalon ugyanez, hanem, hanem nagyon fontos az, hogy maradjon zöld hiszen csak ott tud elfújni, vagy el, elfolyni a csapadékvíz. De ennek a megoldására is pályázni fogunk. Ez vélhetően egy, egy nagy összeg lesz egyébként. És egy másik beruházás, amit vélhetően nem a területi operatív programból, hanem valamilyen más forrásból kell megvalósítanunk, az a Dunának, a Tolnai Holdunának a rendbetétele. Ugye ez két részből áll, az egyik a, a folyamatos, ezt már többször elmondtam, a folyamatos vízbepótlás biztosítása, illetve a meder fizikai iszaptalanítása. Nagyon nagy területről beszélünk, és hozzá kell tennem azt is, hogy, hogy ugyan van Tolnai Duna, Pogyszlói Duna és Faddi Duna, de nyilván ezt a, ezt a hármost ezt egyben kell kezelnünk, hiszen egymás Egymás nagyon szoros szomszédságában vannak ezek a területek, tehát a megoldást is vél, vélhetően a három településnek közösen kell e, kérnie, és én azt remélem, hogy valamilyen forrásból ezt is meg tudjuk majd valósítani. Az önkormányzat továbbá szeretne minden olyan létesítményt felújítani, amely a város tulajdonában áll, és ott valamilyen kötelező feladatot lát el. Illetve a szociális bérlakások korszerűsítése is szerepel a település vezetésének jövőbeni tervei között.